dolgot jelzett már akkor is, és jelez most is számomra. Egyrészt Mohr 1984 előtt is kellett, hogy létezzen. Másrészt pedig, hogy Mohr már akkor is térségszervező erejű település volt, hiszen egy tájegységet neveztek el róla. Ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert én úgy gondolom, hogy miközben a születésnap egy szép hasonlat, de talán a bérmálás vagy a konfirmálás találó ebből a szempontból.